stúdióban üdvözlöm az aktív Magyarországért felelős államtitkárt, Révész Máriust. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Engedje meg, hogy mielőtt elkezdünk beszélni az ön témájáról, a véleményét kérdezem meg. Karácsony Gergely most így a ciklusa vége felé meghirdetett egy programot. Azt mondja, hogy az a célja, hogy visszaadjon a budapestieknek 5 egészségben eltöltött életévet. Ennek keretében szűrővizsgálatokat szeretné folytatni, erdőt telepíteni, légszennyezést csökkenteni, vízgazdálkodást, tehát egy nagyon komoly projekt. Hogyan lesz ebből madridi vagy berlini élethoz? Milyen tényezők mentén kell elképzelni ezt? Vannak kérdések, amivel igazából nem baj, hogyha a politikusok egyetértenek, tehát hogy a várható élettartamot azt növelni kell Magyarországon, az mindenképpen egy fontos cél, már csak azért is, mert az uniós átlaghoz képest az élettartam olyan 4,5 évvel alacsonyabb, mint az uniós átlag, a legjobb országokétől pedig olyan 9 évvel vagyunk elmaradva. Na most, egy polgármester 3 hónappal az 5 éves ciklusának a lejárta előtt meghirdeti ezt a programot, ez egy ilyen kicsit furcsának tűnik, hogyha a ciklus elején teszi meg, akkor szerintem teljesen rendben van, de legyünk optimisták, örüljünk, hogy ebben végre egyetértenek a pártok, igazából lehet ezt egy kicsit korábban kellett volna elkezdeni, de egyébként a kormány is ugyanezt a célt fogalmazta meg, és igazából ezért nevezett ki miniszterelnök úr engem aktív Magyarországért felelős először kormánybiztosnak, először aztán pedig államtitkárnak, hiszen készült a WHO-nak egy felmérése, egy ilyen szép kis kördiagram is van erről, ami azt mutatja, hogy az egészségügyi ellátórendszer az 18%-ban felelős az egészségügyi állapotunkért, a környezetünk az 20%-ban, a genetikai állományunk, amit örököltünk, hoztunk magunkkal, az 25%-ban, egyébként a legnagyobb mértékben az egészségi állapotunkat, azt az életmódunk határozza meg. És mi igazából ebben szeretnénk előre menni, tehát hogy anélkül, hogy az életmódunkon nem változtatunk nagyon jelentősen, anélkül nem várható, hogy ezt az elmaradást, ezt sikerülne összép húzni. Van ez a NETA nevű kezdeményezés, amit a köznyelvben chips adóként szoktunk emlegetni. Ugye ez arról van szó, hogy az erősen egészségromboló termékekre kivetnek egyfajta... Rosszul fogalmaztam? Hát óvatosan, mert ugye ez a NETA, ez a népegészségi termékadó, ez valóban bizonyos élelmiszerekre, amik sósak, édesek, ezekre ki van vetve. Önmagában egészségromboló, azt nem merném mondani, már csak az is, mert nekem meg kell győznöm ezeket a cégeket, hogy az NETA-t fizessék, úgyhogy az óvatossága az indokolt. Szerintem önmagában mondjuk a kóla, csak hogy egyetlen példát mondjuk, az nem feltétlenül egészségromboló, tehát hogyha hetente egy pohárra megiszik az ember, akkor azon nincs semmi gond, itt is inkább a mérték, tehát hogyha nagyon sok cukros üdítőt iszunk folyamatosan, és nagyon sok chipset eszünk, az biztos, hogy egészségtelen, de valóban, ahogy elmondta, a népegészségügyi termékadónak a 10%-a, az most felajánlható az Aktív Magyarország Államtitkárság programjaira, és ezekből a felajánlásokból mi nagyon sok különböző olyan programot szeretnénk elindítani, ami hozzájárul ahhoz, hogy megváltozzon az embereknek az életmódja. Ugye? Mi a cél összeg, amit kitűztek önök maguk elé? Hát összességében mindenki felajánlana ezt a 10%-ot. Igazából a cég ez nem plusz befizetést jelent, hanem rendelkezhetnek úgy, hogy a befizetett adójuk 10%-át, azt utalja a pénzügyminisztérium tovább nekünk. Ha mindent felajánlanának, vagy mindenről rendelkeznének, az olyan 8,5 milliárd forintot jelenthetne. Szerintem, ami reálisan elérhető, az a 2,5-3 milliárd forint. Ebből indíthatunk most programokat. És csak néhányat szeretnék ezek közül felvillantani. Tehát ugye az a fő kérdés, hogy hogyan tudjuk megszólítani azokat, akik egészségtelenül élnek, nem mozognak. És akkor hol találjuk ezeket az embereket? Hát például az orvosi rendelőkben. Új-Zélandról indult, és a skandináv országokban is már, meg Angliában is már elindult ez a mozgást receptre program. Tehát, hogyha valaki kezdődő magas vérnyomással elmegy a házi orvoshoz, akkor Magyarországon automatikusan pirulát, ilyen gyógyszert írnak fel. A skandináv országokban pedig azt mondják, hogy menjen el mozogni 3-szor vagy 4-szer, ezt felírják receptre, és fitness teremben, úszodában ezek a
ezek az orvosi vények beválthatók, és az ottani TB kassa ezeket fizeti. Mi most ezt 160 millió forinttal el szeretnénk indítani ezt a programot, de mondjuk Svédországban azt mondják az orvosok, hogy kb. 400 milliárd forintot költ erre a mozgásreceptre programra a svéd egészségügy, aminek a hatásai egyébként jótékonyabbak. Szeretnénk elindítani a Mozdulnék programot, ez egy ilyen mozgástanácsadó program, nagyon sokan azért nem mozognak, mert volt nekik egy szalagszakadásuk, elhízottak, van valami problémájuk, és akkor azt gondolják, hogy hát ezzel inkább csak ártanának maguknak, de rossz hírem van, tehát hogy Netflixre bizony kevés betegség gyógyul. Tehát, hogy ennél sokkal-sokkal egészségesebb, hogyha megpróbálunk mozogni, és ez a mozgástanácsadó program, ez arról szól, hogy megvizsgálják ezeken a kitelepüléseken az embereket, és azt mondják, hogy mozogjon nyugodtan, ilyen és ilyen típusú mozgásformákat ajánlunk. A Bethesda kórház igazgatójának a javaslatára elindítanánk azt a programot, hogy mozdulj a netről a valóságra. A gyerekek egy részénél, akik 5-6 órát lógnak a neten, igazából mondjuk, hogyha elmegy a wifi, az ilyen elvonási, szabályos elvonási tüneteket okoz. Tehát rosszul vannak, izzadnak, tehát ugyanazok a tünetek jelentkeznek, mint más betegségek esetén, és szeretnénk egy ilyen pszichológusokkal, pszichiáterekkel egy ilyen programot kidolgozni, de olyat, ami aztán a neten elérhető, és segítséget nyújthat esetleg a szülőknek, meg a tanároknak is a konkrét kezeléseken túl. Én még nagyon sok mindent szeretnénk indítani, még egy utolsót hadd emeljek ki. Nagyon sok olyan mozgássérült ember van, aki nehezen találja meg a mozgás lehetőséget, nagyon nehéz beszerezni ezeket a mozgássérült emberek sportolására szolgáló eszközöket, és 200 millió forintot szánnánk arra is, hogy ilyen típusú eszközöket vásároljunk, de szeretnénk megcélozni az általános iskolások, középiskolásokat is, tehát a közoktatásban tanulókat is ezzel a programmal. Itt az a baj, hogy 2013 óta van mindennapos testnevelés, és 2015 óta, mióta a Netfit méréseket nézzük, minden évben az elhízott és túlsúlyos gyerekek aránya nagyobb, mint az előző évben volt. Tehát egy folyamatos növekedés van, úgyhogy szeretnénk itt is több különböző programot indítani, mit tudom én, szeretnénk ösztönözni, hogy az iskolák túraszakosztályokat indítsanak, szeretnénk a különösen a vízperti pedagógusoknak megmutatni, hogy hát el lehet vinni, vizitúrázni a gyerekeket, és szeretnénk a gyerekeknek iskolán kívüli helyszíneken ilyen élménysport programokat mutatni, hogy nézzék meg, hogy milyen egy mászóteremben, vagy menjenek el kenúszni, vagy menjenek el a nyári vándortáboros kerékpárokkal kerékpározni, vagy próbálják ki a műanyag sípert. Ezeknek a költségeit ezt a NetApp forrásból fogjuk fedezni az elkövetkező időszakban. Tömegében azért mégiscsak a társadalomban legtöbben az aktív korosztály van, akik általában dolgoznak, napi 8-10 órát töltenek a munkahelyen. Arra nem gondoltak esetleg, hogy valahogy a munkahelyeket is megcélozni, bevonni? A másik hely, ahol meg lehet szólítani az embereket, azok a munkahelyek, és természetesen gondoltunk, tehát meghatároztunk már egy összeget a munkahelyi aktivitásnak a növelésére is. Szeretnénk, hogyha a munkahelyeken lennének mozgás nagykövetek, és már tavaly tartottunk egy ilyen munkahelyi konferenciát, ahol a munkahelyi well-being felelősök voltak, már vannak ilyen munkahelyek, én is rácsodálom, ahol ilyen státuszok vannak. Ez a well-being, ez a jól lét, hogy a munkahelyen érezzék jól magukat az emberek, és legyenek egészségesek. Itt ugye teljesen egybeesik a célunk a munkahelyek céljával, hiszen hogyha az emberek többet mozognak, kevesebbet lesznek betegek, ha kevesebbet betegek, akkor kevesebbet esnek ki a munkából, az államnak is jó, mert kevesebb TB-t kell fizetni, úgyhogy a kérdés az teljesen jogos. Az orvosi rendelők mellett a legnagyobb arányban, vagy sőt, még talán azok előtt, az orvosi rendelők előtt a legnagyobb arányban egyébként a munkahelyeken tudjuk megszólítani azokat az embereket, akik soha nem mozognak. De egyébként marad az 5 napos tesi? Hát mindenképpen maradni kellene, mert ugye bevezettük a mindennapos testnevelést, és ennek ellenére
romlik a helyzet. Tehát ha még ezt is kivennénk a rendszerből, akkor lehet, hogy hát még rosszabbul állnánk. Úgyhogy igazán nem az a kérdés, hogy a mindennapos testnevelés marad, hanem hogy mit kellene a mindennapos testnevelésben másként csinálni, hogy megszeressék a gyerekek a mozgást. És igazából szerintem az a nagy gond, hogy 18 éves korig középiskola végig minden gyerek hetente 5-ször jár testnevelés órára, de nem válik az életüknek a részére, és hogyha megkérdeznénk őket, hogy egyébként mi volt az véleményük a testnevelés óráról, akkor sajnos kínosan kicsi az a szám, ami amekkora része a gyerekeknek pozitívan fogalmazna erről, úgyhogy a testnevelést azt egy kicsit át kellene alakítani, meggyőződésem ilyen élmény sport irányába, hogy a gyerekeknek az kedvező emlék legyen, és amikor befejeződik a közoktatás, akkor is érezzék azt, hogy hát ez annyira jó volt, hogy ezt el kár lenne abba hagyni. Szóval tessék figyelni, tessék mozogni. Igen, igen. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm, viszontlátásra.